hogy most lesz az első éves felnőtt, ugye? Azt gondolom, hogy nagyon jó a kezdésed első éves felnőttként, hiszen azonnal bekerültél az olimpiai keretbe is. Mennyiben lepett ez meg, vagy mennyire örülsz ennek? Nem lepődtem meg, mert már az előző olimpiai ciklusnál is volt egy ilyen olimpiai keret összeállítva, és már akkor is benne voltam a felkészülés alatt. Mennyire örülsz neki? Hát nagyon örülök, mert így nagyon összeszokott szerintem ez a csapat, és tök jól tudjuk együtt dolgozni, úgyhogy nagyon örülök neki. Milyenek az edzések, főleg most, hogy már kínai edzőnőtök is van? Hát nagyon más, mint eddig. Azért, ahogy ő tartja az edzéseket, egyrészt már sokkal hosszabbak, és teljesen más, annyira látszik, hogy ő nem, tehát, hogy kínai és nem európai, szóval teljesen másképp edzünk, mint eddig. Mondjuk, hogy a gyakorlatokat kéne kiemelned, vagy részeket, akkor mire helyeznéd a fő hangsúlyt, miben más ez? Hát technikai szempontból nagyon-nagyon nehezek és nagyon fárasztóak, és hogy folyamatosan tényleg adja az információt, hogy mind kell változtatni, és hogyha végül is azt javítottad, akkor már mond kettő újat, és akkor végül is azért ezt a sok információt magadba szívni, ez nagyon nehéz. No, és neked a jégen mit kell változtatnod? Egyrészt az egyenesem azt mondta, hogy nem túl jó, mert rálökök, mégis ezt mondta, meg a csípőben mozgatom, ahogy kanyarodok meg, hogy ugye lépek. És hogy megy a változtatás, alakul már? Jól, csak ugye folyamatosan figyelni kell rá, és az nehéz, de amúgy meg szerintem azt mondta, hogy egy hónap múlva ez teljesen jó lesz. Na, bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen, még a nevedet kérdünk. Topatisia vagyok. Topatisia, köszönöm.